Paris, c'est la vie, irány az Eiffel Tower. Éppen Zsófiknál Eper Parti van. Nem fog ízleni. Amúgy én nem is tudom, hogy ettem-e már ilyet valaha. Elég egy juicy darab. Pont mint én. Majdnem ráálltam a kittire az Uberben. Sziasztok, én Attila vagyok. Én pedig Kitty. És képzeljétek el, ma itt vagyunk Párizsban. Ugye, mint tudjátok, Kittike ezt kapta tőlem a 20. születésnapjára ajándékba. Jó, sosem mondta ki ezt még senki, hogy húzz! Milyen érzés itt lenni Párizsba? Most érkeztünk amúgy meg a hotelszobába szerintem 5 perce. Amúgy jó, csak elfáradtam itt az utazásba. Igen, nagyon kalandos útunk volt már, most halljátok. De ezt nézzétek meg majd mindenképpen Kittikek a vlogjába, ugyanis Kittike az egész párizsi útunkat le fogja videózni. Wow, ilyen szép a kilátásunk, hát sokkal jobb, mint mikor 4 éve itt voltunk Párizsban. Ez egy ilyen kis mit ettem Párizsban videó lesz, remélem, hogy tetszeni fog nektek, tartsatok velem, próbálok érdekes kajákat tenni, aztán lehet, hogy hótunalmas dolgokat teszek. 4:09 én ettem ma 1,5 szendót, és az ájulás szélén vagyok. Ismeritek már ezt a dumát, szóval is leszek hosszú, megjöttem a heti Twitch streambeosztásommal. Ma este 6 órakor, lehet miközben ezt a videót éppen nézitek, egy új Among Us-os játékkal fogunk játszani, ami nagyon jó, magyar, ingyenes, szóval gyertek mindenképpen, hogyha szeretitek az Among Us-t. A többi dolgot pedig látjátok itt a képernyőn, holnap is lesz stream, holnap után is, nagy a kezdő, jön a videó, puszi! Mindenki nagyon haldoklik, szerintem legjobban a Zsófi. Egy nagyon esztetikus, tipikus francia helyre fogunk jönni, a Burger Kingbe, ugyanis itt van a hotellal szemben. Szóval úgy jönünk vele, hogy mi most nem menjünk sehova, mindjárt kiesik a szemünk, valahol szeretnénk enni. Szerintem amúgy én eddig életemben egyszer ettem a Burger King-ben. Kitty, minden oké? Krumpli a Kittynek, nekem egy wrap, meg egy-egy ilyen nuggets, csirke. Elnézést, nem tudom, hogy a kép miért villódzik. Szóval a Kittykének egy ilyen menüben ez a nuggets-es dolog volt 8,5 euró, nekem pedig 4 euró volt a nuggets-em, és 5 és... micsoda? És 5,40 euró a wrap. Szóval ide meg ki tudom írni az árakat. Ilyen ketchupot adta, ezt hogy kell használni? Hát nyomd a szálazat. Nyomd a szálazat. Nekem az a nevécék oda tetszik. Bocsánat. Minden egyes falattal újjászületek. Jaj, pont kitakartam. Na, éppen megvakulok. Felveszem szemüvegem, mert nem bírom, bocsánat. De ez a hely, ahol éppen vagyunk, még mindig ugyanolyan gyönyörű, mint 2018, amikor Párizsban jártunk. Imádom ezt a helyet, extra jól néz ki. Vettünk előbb egy szépnek tűnő zöldségesben ilyen epreket, nem hozzolnak itt, nem tudom venni. 7 euróba került, van benne sok-sok eper. Na most éppen boltba vagyunk, veszünk itt néhány cuccot, ami úgy néz ki, mintha mosószer lenne a kezembe. Igazából néhány rákcsot kerestünk a szállásra, hogyha majd este így megihezünk, akkor legyen valami. És ja, fizettünk. Na, visszaértünk a szállásra, és végül ezeket vettük a boltban. Van néhány hát ilyen csökkentett cukortartalmú kex, ilyen kakaós, amúgy erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez valami szőlős, almás, kit ilyen ropogtatni valót vettél, egy almelet, azt majdnem meg is ittam, és vizet. Amúgy fáradt vagy? Igen, nagyon fájnak a lábaim. Sajnálom, de tudod, tesó, még nem pihenhetsz, hiszen megyünk az éjszakába. Én meg pár haver. Na, mondj csak, mi a pálya? Na jó, de szedjük abban, mert annyira életű, hogy letiltja ezt a YouTube, szóval most megyünk majd vacsizni. Végül egy ilyen kis beülős helyre ültünk le igazából. Ez most így nem tudom megmutatni, de mindegy. Itt szunk egy kis, ez micsoda? Malibu Sunrise, amúgy nagyon finom, ilyen kis ananászos üdítő. Amúgy most csak egy Cézár felé kértem, de elég extrán néz ki. És így néz ki ez Csali, nagyon jó. Ja, és amúgy képzeljétek el, hogy ezen ilyen különleges szósz van, mert ezen nem Cézár öntet van, hanem egy francia öntet, azt mondta a hölgy, szóval ez ilyen kis érdekesség. Mi van rajta? Mustár, ecet. És ennyi, mustár és ecet. De előbb már megkóstoltad, ez már a második kóstolásod. Átmered őket. Ám hogy kuráz a szósz. Igen. Na, itt van ez a perec. Perec formája van. Ez különleges francia perec. Igen. Most lássuk, hogy mi a perec. Állaga nagyon jó, ropogós. Idő után omlik. Nem is kínos. Előképpen sós, mindenkinek ajánlom.
Nagyon jó eper. Egyébként kéne sem, mint a belgék. Ez fájt. Na, amúgy előbb hazudtam, ugyanis ez a szósz nekünk annyira nem ízlik, emiatt a saláta se, ugyanis meg van fürdetve benne az egész. Szóval ezt most csak olyan félig ettem meg, meg a, hát a Kitty még annyira sem. Ez van. Jól néz ki, de nem minden a külsőség. Zóvi! A Kitty itt szenved már. Mert büdös neki a kajáj, és azt mondja, hogy vigyék el az orra alól. Legondolsz, hogy olyan szósz teszel a salátádra, hogy ettek, és izé, mi a mustár. Ecetes mustáros. Jó, miért? De ne szólj már, ez egy itteni szokás. De majd meg kortyan a hasad. Ezt mondta előbb a Kitty, meg fog kortyani a hasam. És halljátok már a harmadik ilyen kenyeres kosárt hozzák, de miért? Azért, mert nem kérünk, egyszerűen a kenyérvonaton nincsen szék ebben az étteremben. Igazából csak a Zsófi megeszi az összes kenyeret, és aztán hoznak utánpótlást. Mert mi látják, hogy mi nem eszünk, és biztos azt hiszik, hogy a kenyérre várunk. Éppen Zsófiknál eperparti van, mert... Büdös volt a család. De ennek az epernek nagyon nem büdös, tök jó illata van. Jaj! Belül meg! Na, egészség! Egy! Ez finom. Ez enyém, az sem anyu. Enyém is, de ilyen okkes. Hát szagalapjára, mert az elmintatlan. Igen, csak szagoljuk. Na jó reggelt, a második napra virrattunk. Most elloptad a szövegemet? Konkrétan ugyanezt mondtam. Elmondtam, hogy azt mint Kitty a videójában, a Kitty csort tőlem egy pulcsit kölcsönbe. Igen, mert én nem szeretek már a eredeti ruhámba lemenni, mármint úgy érte, hogy a mai szettemben még nem szeretek lemenni az ilyen hotelekbe, hanem csak így felkapok valamit, lemegyek kényelmet. Nagyon senkit nem érkem. Bocsánat, na vicceltem, na gyere. És ugye Kittike mondta, hogy reggelit a hotelben fogunk reggelizni, befizettünk az ilyen hoteles reggelizésre, és annyira várjuk ezt a többiekkel már, hát messze nem általában délután óta ezt emelgetjük, hogy de az a hotel reggeli, szóval egy ilyen svédasztalos reggeli lesz. Amikor meg neki van virsli. Nézzük, miben élünk. Egy fura ez a virsli, konkrétan nem tudom belevágni. Na kiválasztottuk a kajákat, és helyettől be kell nektek vallanom, hogy nekem hiányzik az, hogy nincsen tojás, meg sonka se, szóval semmilyen felvágott nincsen, ami számomra durva, úgyis elterveztem, ilyen kis miniszendókat eszek, vagy valami zöldséggel, ugye zöldség sincsen. Se baj, mutatom, hogy miből élünk. Kitty most megkóstolt ezt a virslit, jó? Nem. Nem áll. Tényleg nem, annyira kemény, hogy konkrétan, mint hogyha egy ilyen gumidarabot rákfeltem volna. Akkor nekem is van ebből a virsliből, van egy kis kenyérkem, croissant, kis lekvárral és egy joghurt, valamint egy víz. Majd hozok kávét is, és amíg ezek ilyen lekváros ízét, várjál. Ez meg finom. Ez meg rákcsálok. Tartunk ide, és tudom vágni. Na, első falat. Nem fog ízleni. Amúgy eltől, de magamtól sosállnék ilyet. Tipikusan kis francia croissant is hoztunk, ebből egy kis tésztet, most csak úgy, hogy a csücskét belekvározom, ez amúgy ilyen barack lekvár. Finom? Ez viszont, hol viszont nagyon finom. Na, örülök. Na, amúgy most itt a hotelszobában a kaja után utána néztünk, mert hát én nagyon tudatlan voltam, és amúgy a francia reggeli az igazából ez foglalja magába, amit mi reggel kaptunk. Szóval egyáltalán nem az ételemnek a kajája volt rossz, hanem csak az én elképzeléseim voltak hibásak. És a francia étkezésben nem szokás például tojást tenni reggelire, vagy zöldségeket, nem is szoktak igazából annyira sósa tenni, hanem inkább ez az édesebb dolgok szoktak a fölényben lenni, például a croissant, gemmel, lekvárral, stb. Jaj, mi történik ott, Kitty? Olyan volt, mintha valaki kinyitotta volna az ajtót. Olyan volt, mintha valaki kinyitná nád az ajtót, de lehet csak egy szellem, szóval akkor megnyugodtam. Kikopog. Basztaa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 
nézzétek, igazi bombába tolja, kittike hasonlóan, és amúgy tök összeilletek. Halljátok, majd csináljátok majd, mert csinálom majd rajtok egy közös képet is. Az én ruhám a Zsófi szerint undorító, de a lényeg, hogy nekem tetszik. A szemed elárulja. Most megyünk Versailles-ba. Kértem itt egy kis kávézóban kávét. Tejet nem adtak hozzá, szóval ezt külön kellett kérnem, és franciául mondtam azt, hogy... Pour je avoir du lait,
vagy mi? Ezt írja meg valaki, hogy ez helyese. Na, végeztünk a Versailles kastélyban a nézegetéssel. Igazából nagyon szép volt, csak halljátok, hát főleg, mert hétvége van, rengetegen volt, a képen egy kutya jön itt el mellettem. Szia, kutyus! Mi volt? Hosszú szőrű német vizsla volt, a Zsófi megmondta, mert egy zoológus. Egy nagyon cuki kis utcában, ahol rengeteg kajádóan beültünk mi is enni. Én egy extra guszta pékségbe hajátok bementem, és ott választottam magamnak egy valamilyen kist, majd mindjárt meg is mutatom nektek, és olyat amúgy én már ettem egyik videómban, és nekem tökre ízlett. Valamint végre tudtam venni makaront is, ami nagyon izgalmas, hiszen egy tipikus francia édesség, ugye a makaron, szóval nagyon várom, hogy kipróbáljam, meg ugye ez a kis is, azt hiszem francia eredetű, de ezt majd kírom nektek. Ó, megjött közben kitték a kajája, egy ilyen kis vegán valami. Így néz ki a makaron, amit vettem, amúgy 7 darab van benne, és szerintem tök cuki a csomagolását. Ebből majd egyet szerintem így megkóstolok, aztán a többit szerintem így hazaviszem majd így ajándékba, nem tudom. Ez divat az, hogy mindenhol ilyet adnak. Ja, igen, mindenhol ilyen kinyomós ketchup van, és Kitty ki van, Kitty? Hogy vagy? Interjú. Nagyon fáj a talpam. Megmasszírozzam? Igen, majd. Na, és akkor kis teszt, nézzük is meg. Ez talán gomba, vagy ez most ilyen medvehagyma lehet szerinted? Amúgy nem tudom, hogy mi van benne, majd... Nem tudom, mi van benne, majd rákeresek, aztán meglátjuk. Szerintem ez valami sajtos dolog lesz. Amúgy tudom. Jó sajtos, nagyon sajtos. Na, és most makaron tészteszt követke, vagy tudjátok, hogy nekszt képet. Kitty, de jössz velem? Amúgy én nem is tudom, hogy ettem-e már ilyet valaha. Talán így megkóstoltam valakiét, de nem tudom, na mindegy megkóstoljuk. Francia makaron, csin-csin. Hát nem erre számítottam. Nem éreztem. Ez ilyen full puha, ilyen keménynek tűnt a külső alapján, de ilyen full puha. És az ilyen citromos, isteni finom. Kösz, hogy megkínáltál. Mindjárt fejed leüsselek. És akkor most a Peti pedig megkóstolja a csokisat. Igen, lássuk ezt. Amúgy tökre úgy néz ki, mint egy kis ilyen odaégett hamburger. Jól néz ki. Kusz. És hát reméljük, hogy csokis, nem tudjuk. Na lássuk. Szörnyű krémes, tényleg, hogy a külső az így berobban, és akkor belül meg ilyen nagyon juicy. Tökre ilyen karácsonyi nagymama süti feeling van. Hogy ilyen, mint azok a diós sütemények. De hogy finom? Baromi finom. Ez az. Most már újból itt vagyunk a városban, bent Párizsban, ami az rémelt is van. És kicsikét lepihentünk, mert halljátok, lejártuk itt a talpunkat. Röltünk kicsikét megint hát koktélozni délután 5-kor, mert happy hour van az egyik helyen. És a Zsófival megintunk egy mojitot, mert most egy piña coladát fogunk. Zsófinak még van egy kicsike a mojitójából, én már hát itt teljesen megittem. És így néz ki az újabb koktélunk, és nem tudom, szerintem kicsit olyan, mint egy vaníliás puding. Visszértünk a szállásra, este 8 van, szóval már körülbelül 10 órája talpon vagyunk. Miért bemutott? Mi? Hát 3-4-8. 3-4-8 van, szóval körülbelül 10 órát sétáltunk, ami nagyon-nagyon jól telt, nagyon-nagyon jó volt. Olyan 10 körül még lehet ki fogunk menni az Eiffel-toronyhoz, hogy megnézzük sötétben is, és addig is vettem egy pékségben egy ilyen szendót, ilyen kis csirkés, semmi extra. És itt van ez a kis falánk leány, és te mit teszel amúgy? Az mivel van töltve? Egy croissant? Amúgy csokival van töltve. Megtattad? Hát te mehet ki. Ja, ez nem is egy croissant, bocsánat. Nem, ez nem a croissant, de sokkal másabb az íze, sokkal édesebb. És ízlik? Igen, nagyon finom. Még vettünk egy ide fent akadói. Ez is szerintem csoki is, de ez is jól néz ki. Croissant, nekem pedig sandwich. Szép pipi. Ilyen érdekes íze van. De amúgy ízlik, csak ilyen nem a megszokottan csípős, hanem kicsit olyan íze van. Mi nem tudom minek. Na már másnap van ebédidő. Kinéztünk egy nagyon jónak tűnő, full rózsaszín vegán éttermet. Igazából a Zsófi nézte ki, én meg csak így követtem őket, ami nagyon jónak tűnik, viszont hát itt egy óriási nagy bénázás volt. Ugyanis az étteremnek 2 üzlete is van, és hát mi elmentünk az első címre, amit a Google kidobott, és hát már nem ott van az üzlet. Szóval át kellett mennünk a másodikra, ami egy 1 órás buszút volt, egy olyan buszon, amin szerintem, hogy 500 ember volt, szóval nagyon-nagyon durva. Megbeszéltük, hogy ne fogunk ezen a buszúton ülni. Ennyien vannak a buszon. Meg is érkezett a kis édesburgonya, dupla sajtburi, rózsaszín a tálca, hát a hely azért az annyira nem, de hát nem rossz. Tetszik tökre. Jó, de hát a képen azért sokkal rózsaszín volt. Na, tészteszt. Arrébb ültem a többiektől, mert utálnak. Mutattam is nektek a menüt, tészteszt, a krumpli először, mondjuk hát egy édesburgonyát annyira nem lehet elrontani.
Magnifico, ahogy a franciák is mondják. Wow! Eléggé juicy darab. Pont mint én. Na és akkor ugye, ahogy mondtam, ez full vegán, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Ez mennyi, tudom, úristen, egy nagyon ilyen krémes állagom, ahogy nem tudom. Pont erre vágytam. Na, visszajöttünk ide a lakásba egy kicsikét pihenni. Vettem rá csak ilyen egy ilyen kis, hát nem tudom, valami csökkentett cukortartalmú keksz csoki szart. Ezt most megkóstoljuk. Elállítottam, imádom az életemet. Hát nem néz ki rosszul. Kóstoljuk. Kinti Károly megkóstolta, és azt mondta, hogy olyan, hogy itt darabokra esik a szádba, és tényleg olyan, mint hogy ilyen sok ilyen morzsákból állna össze, és ugye morzsát egybe gyűrték volna. Na, ami nekem nagyon ízlik. Na, beszélhetek? Ja, beszélhetsz, persze. Kintike bátorra beszélne, sziasztok! Kérem szépen, hány óra van? 23:38. Egy őrült nagy, több mint egy órás lájmozáson vagyunk túl. De neki, ne menj ki a kamerából, gyere vissza, ne menj el tőle. Zsófi éppen haldoklik, hogy karambolozni fog. Én most egy kézzel nem tudok, szóval én most csak lábbal hajtom. Bari, Szelevi, irány az Eiffel Tower. Ott az Eiffel torony! Azt hiszem, hogy tényleg. Ott van az Eiffel torony, ott rejtőzik a kis huncut. És a Zsófi kinézett egy újabb helyet, igen, mindig a Zsófi nézi ki itt a kajahelyeket. Az a neve, hogy Restaurant Vege, és itt fogunk enni valamilyen kis kaját. Amúgy én már nem is tudom, hogy mit rendeltem magamnak, talán egy muszakát. És most várunk, itt vannak a többiek. Milyen dagatnak vagy? Nagy testű vagy! De csak a rossz volt a szög. Na, eljöttünk ide az Eiffel toronyhoz elfogyasztani a kajánkat. Peti, ki van akadva, mert miért, Péter? Megkaptam egy fejsalátát, és mondom, jó, szúrok föl mellé valamit, és kopogok úgy. Konkrétan szegény azt hitt, hogy kikérte a legjobb kaját, aztán csak ilyen zöldségeket adtak neki, hogy tekerje fel a kajáját. Pedig egy muszakát kértem, ugye, ahogy mondtam, és van hozzá amúgy egy ilyen kis tök jól kinéző sali is. És akkor nézzük itt az Eiffel torony alatt. Mi? Azt hogy szétcsúszod, de amúgy jól néz ki, csak szét van csúszva. Eléggé fura így. Így néz ki közelről. Hát nem tudom. Amúgy ebben ilyen krumpli van, sajt, azt hiszem, meg zöldségek. Nagyon finom. Na, örülök. Pari. Utolsó előtti napunk van Párizsban. Most éppen a Sacré-Cœurhöz fogunk menni. És amúgy nézzétek, én olyan lilába vagyok. És a Kitty is mecsi-mecsi. Mit szólsz, hogy mecsingelünk? Örülök. Úristen, ez mint valami szultánnak a kastélya. Sacré-Cœur. Találtunk egy tökre cukinak tűnő kis fagyizót, és vettem egy ilyen, most hát Kitike meghívott rá, egy ilyen lila kis levendulás fagyit. Halljátok valami mennyei finom, előbb megkóstoltam, és hát lehetok ezt ki videóba is belőle. Nagyon jó még mindig. Extra intenzív levendula íze van. Korábban is ettem a levendulás fagyikat, de az labdában is. Szóval nagyon jól esik a kis fagyi. Na, a többiekkel vettünk egy-egy szendvicset. Kittikénél is itt van egy kis vegán szendó, és én is vettem egy ilyen francia bagettet. Nagyon jól néz ki ez a kis szendóka. Jaj, megvakulok, várjátok, kell a szemüvegem. Itt lesz egy főút, és ott jobbra. Na, és kóstoljuk is. Olyan, magyarám, ez kőkemény. Hát ez nem a legfrissebb bagett. Na most itt vagyunk a szálláson. Kitike, mit teszel? Mutasd meg. Párizs már a TikTokodat. Mit teszel? De az acskós túl. De nem egy zacskó. Parancsolom, ez az ebédem. Nem mondj már ilyeneket, azt hiszik, hogy csak ennyi kaját adok neked. Nem ez az egész napi kaját. Ja nem, jó, még van legváros kenyő. Nem értem, hogy mi van, de konkrétan a halálomon vagyok éppen. Ez a halálos francia ágyam, ja igen, az a nagy papanadrágom. Alig tudok ezt a szerepmondatomba beszélni, mondjuk ez általában így van. Ezért a fejre látszik, hogy itt dagadnak. Nagy nehezen hazavergődtünk, már a bőgész szélén voltam, de már annyira fáradtak vagyunk. Miért van ilyen takonyolgó?
20 000 felett van a lépésszámunk minden egyes nap. És én annyit szoktam mozogni otthon, hogy kimegyek a konyhába a WC-re, aztán vissza a számítógépemhez. Szóval ez nekem nagyon durva. A Zsófék voltak olyan kedves angyalok, hogy hoznak nekem a boltból zéró kólát és zöldségcsipszet, aztán pedig majd megyünk amúgy este vacsizni. Én sose szoktam szerintem hisztizni, nem Kitty, de most? Mi történik velem? Majdnem ráálltam a Kittyre az Uberben, emlékszel? Nem, most pár szabontos nem emlékszem. Ezért már Ati telózott, és akkor így felnéz, hagyni fogok, így nézek, mondom, hagyjál már békén, leengedt az ablakot, nézem így, mi a fene. És akkor így beszélek hozzá, így kell víz? Kitty, most légy, ne szólj hozzám. Nézek rá, mondom, te kell, ne szólj hozzám. Most ja, most pi, és nézzük tovább a Heartstopper Netflixen, ti is nézzétek. Nem utassál most. Little Capri, jó kis francia. Helyi konyhára eljöttünk egy olasz pizzát enni. Ez a francia ételek még annyira nem akarnak összejönni, szóval ne is írjátok a kommentekbe, mivel előre is tudom, beültünk ide egy olasz pizzázóba a többiekkel, mert már napok óta, hát igazából csak a Peti nem pizzára vágyunk, de én is nagyon megkívántam, a többiek pedig azt mondták, hogy jöjjünk. Megjöttek a pizzák, azt nézzétek, hogy Peti mennyire extra jól néz ki. Ez milyen pizza? Nem tudom. Extra sajtos. Nagyon sajtos. Zsófi és a Kitty. De az egy tojás a közepén? Nem, az egy sajtkupac. Ez egy ilyen kis vegán pizza. Az enyém pedig egy szintén nagyon sajtos. Hát akkor szerintem tényleg négy sajtos pizza. Mennyei. Itt a hercegnő. Ki megtalálta a számára a tökéletesen illő kalapot? Oldalról mutasd! Na itt vagyunk Kittykével Disneylandbe, és halljátok, konkrétan egy valóra vált álom ide visszatérni. És most beültünk Mr. Toadnak a kajádájába. Én egy zero kólát kértem, egy ilyen fish and chips-el, hát igen, ilyenkor nem a legjobb egészségesen lenni, mert hát ilyenkor nagyon nehéz. És ez a különlegesség, ez Mr. Toadnak valamilyen sütie, vagy nem tudom ez mi. Kittike meg egy ilyen vegán fish and chips-et eszik, hát ez nem fish, ez valami vegán dolog. Tésztesz? Megnézem, hogy miért. Nem tudod elvágni? Nem konkrétan. Fogd meg a szarab bele. Fogd meg kézzel, kislányom. Na, tésztesz. Remélem jó lesz. Finom meg ki. Ilyen zöldséges szerintem. Na, tök jó itt legyen. Kóstoljuk meg ezt a tartárt, szóztam, hogy én ezt sose szoktam enni. Amúgy tök jó. Nagyon jó. Finom? Most a süti. Most ez neked tök fura anyagom van. Igen. Amúgy semmi illata. Na nézzük. Hát ez nagyon fura. Mindegy sushinak és egy sütinek a keveréke. Nagyon fura is. Oké. Ilyen már, olyan, mint a málna, meg sajt lenne. Biztos jó lehet. Ez egy ilyen mexikói étterem, amiben most jöttünk, és igazából szerintem tök cuki. Ó, de szépen szállt itt. Ó, ott megfogta a buláját a csávónak. Szóval ott van az Attila, ott, na igen, de én szerintem szebb kilátás vagyok. És igazából hát ennyi az egész. Burritót fog Atti enni, meg én is ilyen vegánt. És ennyi. Na, és itt is jövök a kis burritómmal, egy ilyen csökkös burritót kértem, ebben a mexikóiban. Így néz ki a kis burrito. Ú, amúgy jól megvan töltve. Na, és akkor jött a hari. Na, még csak guacamole volt. Nagyon jó. Jó. Finom. Érthető, nedű. Nagyon jó. És ennyi lett volna ez a videó, sajnos kiköszönést elfelejtettem felvenni. Remélem tetszett nektek, hogyha igen, nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és írjátok meg lent kommentbe, hogy melyik ételt kóstolnátok meg leginkább, amit a videóban ettem. Valamint akkor is nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretnétek egy olyan videót, amiben úgy fogok enni, mint egy francia egy napig. Eszek majd csigát, békát, stb., hiszen ezek most elmaradtak, és ja, sziasztok!